látja, hogy ő csak egy kislány? Juan! Nem látja? Juan, nem kérem, fogta fel? Teljesen maga tűnik a lányomhoz. Hallgasson már, kérem! Hagyja békén a lányomat! Juan, nem ez merjen a közelébe! Nem mondja ezt nekem, mert én vagyok a... Mégis kicsoda maga? Kicsoda? Na ki vele? Ki maga? Mi a baj? Juan! Szédülök. Juan, mi történt? Mi van, Juan? Semmi, csak megszédültem egy kicsit. Ülj le a kanapéra. Jól vagyok. Kérlek, ülj le. Semmi baj, Juan. Juan, drágám, kérlek, ne ellenkezz. Nincs semmi baj. Nyugodj meg. Hirtelen megszédültem, csak ennyi. Hogy szédülsz? Hadd nézzem meg hozzám. Kérlek, hadd nézzem meg, kérlek, csak ellenőrzi, kérlek szépen, drágám, kérlek. Már is hozok egy pohár vizet. Jó, Viki, légy szíves. Na? Egy kis szívritmus zavar. Be kéne mennie a kórházba egy kivizsgálásra, jó? Menj haza, Tango, már így is késő van. Ne aggódj miattam, senki sem vár haza. Felhívhatom Laurát, ha szeretnéd, és... Minek? Én majd megmagyarázok neki mindent. Ne, nem kell. Nem vagy hibás. Szakított velem. Ó. Fogalmam sincs, miért laksz még itt. Miért élsz egy fedél alatt Pacsikóval és Tatjánával? Mert nem tudom őt elengedni. Nem akarom elveszíteni. Megyek is. Szia! Köszönöm. Drágám, mindent összekészítek, és bemegyek veled a kórházba egy kivizsgálásra, Gáz, rendben? Nem bízom. Nem bízom ebben az orvosban. Édesem, hisz ő mentette meg a lányod életét. Igen, igazad van. De akkor sem kéne így viselkednie vele. Nem ez a normális viszony orvos és beteg között. Nem gondolod? Mi történt? Mi baj van? Megérzed magad, Juan? Megszédültem, és az orvos azt akarja, hogy menjek be a kórházba egy alapos kivizsgálásra. Ha Conrado ezt javasolja, akkor ezt kell tenned, apa. Így van, okosabbak leszünk, nem nagy ügy. Persze, ha szeretnéd, akár veled is megyek. Felesd el, nem erőltetheted meg magad. Igen. Csak egy kicsit megszédültem, kutyabajom, higgyétek már el nekem. Be kell menned a kórházba, tudnom kell, hogy biztosan nincsen semmi bajod. Drágám, kérlek. Juan, gondolkodj. Kérlek. Rendben, bemegyek. Köszönöm. De itthon maradsz, Tatu. De miért? Mert megkérlek, menjünk. Jó. Megvárom, amíg Juan hazatér a kórházból, és beszélek vele, ha tetszik, ha nem. Ez egyszerűen undorító. Azt hiszi, hogy akarok valamit a saját lányomtól, érted? Felháborító. Igen, egyetértek. Na végre. Tökéletesen igazad van, Juan Manuelnek meg kell tudnia az igazságot. Jogunk van hozzá, hogy nyíltan szerethessük őt. Mi vagyunk Tatjana szülei. Drágám, fejezd ezt be, butaságokat beszélsz. Tévedsz Conradoval kapcsolatban, ő lehet, hogy megmentette az életét, de akar tőle valamit, látom. Nem vagyok hülye. Hogy gondolhatod ezt? Doktor úr, megvannak az eredmények? Igen. Ő jelenleg nagyon kimerült állapotban van. Maga mondta, hogy az utóbbi időben nagyon komoly stressznek volt kitéve szakmai és magánéleti téren is. És ez mit jelent? Mit tegyünk? Mondjuk. Ilyen esetben a legjobb megoldás, ha szabadságolja magát, pihennie kell. Nem szabad fizikai munkát végeznie, és lehetőleg ne is idegeskedjen. Kicsit magas a vérnyomása, ezért változtatnia kell az étrendjén. Kevesebb sót kell ennie, vagy semmit. Arra céloz, hogy nem dolgozhatok közben? Egyelőre nem. Legalább egy hét szabadságot vegyen ki. És kérem... Próbáljon meg lazítani, ha lehet. Az orvos nagyon is világosan fogalmazott, igazam van? Teljes nyugalmat rendelt el. Páz! Mi az, édesem? Kérlek! Mire? Jól vagyok, Páz, nem kell pihennem. Most jól vagy, de le kell feküdni, és ki kell pihenned magad. Micsoda, erről nem hogy feküdjek le az ágyamba? Nem vagyok én beteg, de semmi igen, bajom. De igen, drágám, le kell feküdned, mi és aludnod az orvos, is kell. Mi a bajod?
Azt mondta, hogy kicsit kimerült. Az orvos azt kérte, hogy sokat pihenjen. Most ez a legfontosabb, aludnia kellene. Persze, ennyi az egész, igen, tehát de dolgom ismered. Van. Igen, persze. Igen, Páz. Igen, mert rengeteg elintézi valom van. Tudom, édesem, de minél többet kell pihennie, erre kérték. Nyomás az ágyba, gyerünk. Nem bírom ezt tovább, nem tudom tovább játszani ezt a színjátékot. Figyelj, Konrádó, elég régóta várunk, már nem halunk bele, ha hallgatunk még egy kicsit. Nem sodorhatjuk Juant veszélybe, kérlek. És én? Csak Juanra gondolsz, és én? Mi baj van? Apával történt valami? Nem, drágám, de... Nem, a lányunkról van szó. Megtaláltátok? Igen. Megtaláltuk őt. Ez fantasztikus, Victoria. Úgy örülök, el sem hiszem. Tudtam, hogy egy nap megtaláljátok, megmondtam. Juan! Juan, drágám, ne tedd ezt velem, be kell tartanod, amit az orvos előírt. Ne gyerekeskedj! Nem fogok lefeküdni, Páz. Édes Istenem! Mi újság, apa? Mit mondott az orvos? Mondd. Minden rendben van. Jól van. Hogyan? Kutyabajok, egészséges vagyok. Vagy ágyban kéne feküdnöd. Kérlek, Tatjana, segíts meggyőzni apádat, mert olyan csökönyös, mint egy szamár. Így van, tedd, amit Páz mond, apa. Fogadj szót, menj, feküdj le és pihenj. Nem, előtte inni akarok egy kis mátét, vagy tilos? A máté segít relaxálni, rendben van? Hisz az orvos adott nyugtatókat, minek nem kell semmilyen tabletta. Elmondhatom nekik. Micsodát? Nem, semmit. Aj, kérlek. Konrádó és én újra együtt vagyunk. Ennyi. Akkor gratulálunk kell. Gratulálok. Most elmegyek vátézni. Elnézést. Mit szólsz ehhez? Hogy Victoria és Konrádó együtt van? Hát, édesem, nem is tudom, ha jól megvannak az ő dolgok, de... semmi közünk hozzá. De mit gondolsz? Szerinted helyes? Szerintem nagy hibát követel. Nem nagyon értek egyet. Ő egy nős ember. Ki tudja, elválik-e valaha? Lehet, hogy csak kihasználja. Nem. Szerinted nem hazudik Victoria? Nem, ne is mondj ilyet, szegény Victoria. Nem, édesem, tényleg. Jó, nem nagyon értek egyet. De annyira idegesítő. Tudom, hogy ő a lányom orvosa, de nagyon furcsán viselkedik. Valami nagyon nem stimmel vele. Jó, de... Ráadásul 20 éve nyomtalanul eltűnt. Szerinted sokat változott az eltelt 20 év során? Ugyan már. Ez a húgom döntése, drágám. Neked vagy nekem, ehhez semmi közünk nincsen, Juan. Igazam van, édes. A lányomhoz van közöm. Rajta tartom a szememet. Mi több, tudod mit? Szerzek neki egy új orvost. Keresek egy doktornőt. Rendben? Nem hiszem, hogy ez jó ötlet, édesem. Ő mentette meg az életét. Ráadásul pontosan tudja, milyen állapotban van. Lehet, hogy így van, de akkor sem kedvelem. Van benne valami idegesítő. Feküdjünk le, jó? Gyere. Megiszom a mátémat, menjünk, Páz. Feküdjünk le, gyere. Gyere, beveszed a gyógyszereidet. Nem szedek be semmilyen gyógyszert, Páz. Muszáj, mert felírta az orvos, drágám, menjünk. Nem veszed észre, hogy milyen feszült vagy, gyere, hagyd ezt, gyere, drágám, gyere, kérlek. Fogadj szót, gyere szépen, gyere. Pacséko. Üdv, Pacséko. Üdv. Még mindig itt van. Ez hihetetlen. Nem a kórházban kellene lennie, gyere, és embereket gyógyítani. Az eszem megáll. Szerinted mit keres? Gyere, menjünk, drágám. Juan gyanakszik magára. Mit tud erről? Mindent. Majdnem mindent. Victoria, miért nem árultad el apának, hogy megtaláltad a lányot? Mert még magam sem tudok túl sokat. Az egyik magánnyomozó, akit felbéreltem, megtalálta őt Tucumánban. Most még adatokat gyűjt. Amikor majd mindent kiderít, akkor odautazunk Konrádóval, hogy megismerjük. Értem. És miket mondott a magánnyomozó? Kiderült, hogy kivel él, hogyan él, hogy néz ki?
Igen, nos, szóval Luciának van egy másik családja, szóval egy családja, amiben felnőtt, és amiről természetesen azt hiszi, hogy az ő vérszerinti családja. Igen. De hogy került Tucumánba? Ki vitte oda, az orvos vagy a nagyapa? Tudod, Tatu, most csak egyetlen dolog érdekel, mégpedig az, hogy megtaláltam. Ezt megértem. Lehet, hogy van egy másik családja, de meg kell ismernie téged és Konrádot, a szüleit. Igen. De kérlek szépen, hogy még senkinek ne beszélj erről. Amíg nem teljesen biztos. Nikolásnak sem. Jó, de csak neki. Köszi, köszi. Nem tudnék előtte titkot tartani. Köszönöm. És a kislányom azt hiszi, hogy a család, amely felnevelte, a vérszerinti családja. Hát persze. Nem is tudom, borzasztó lehet. Nem tudom, szörnyű lehet rájönni, hogy akiket a szüleidnek hittél, azokhoz semmi között, sem az anyádhoz, sem az apádhoz. De akkor is joga van tudni az igazat. Joga van megtudni, hogy ki is ő valójában. Joga van megismerni a saját szüleit, titeket. Ráadásul biztosan imádna téged, ha végre megismerne. Nem bírom már túl sokáig. El sem hiszed, milyen nehéz ez nekem. Képzelem. Ráadásul Juan. Azt hiszi, hogy tetszik Tatjana. A lányom. Tudja, mit gondolok? Mindenki azon aggódik, vajon Juan mit fog szólni, amikor megtudja. És Tatjana? Joga van tudni, ki is ő valójában, nem? Mire célzol? Szerintem Tatjánának előbb kéne elmondani, mint Juannak. Nem tehetem, őszintén, sajnálom, kedves szultán. Nem szabad, nem. Sajnálom, de nem. Nem. Miért? Miért? Ó, Juan, a frászt hoztad rám, drágám. Álmodban beszéltél, valószínűleg szépeket álmodhattál. Miért vagy ilyen zaklatott? Közben az álomból rémálom lett? Nem is tudom. Az álom? Eleinte nem volt rémálom, eleinte nem. Nem, láttam én is. De aztán feltűntél, és... Tessék? Talán miattam lett az álomból rémálom, amikor megjelentem benne? Juan? Tessék? Talán én vagyok a rémálmod? Aludjon, Páz. De édesem, most mondtad, hogy... Juan, ne aludj el. Mi? Most mondtad, hogy... Mit mondtam? Hogy az álmod rémálommá vált, amikor én feltűntem benne. Juan? Mi az? Arcom. Hogy képzeled? Juan?
Szóval én vagyok a rémálma.